katasztrófa Ukrajnában, találat ért egy gátat, sokan menekülnek, a víz egy atomerőművet is veszélyeztet. A magyar érdek az, hogy mielőbb béke legyen, ezt Szijjártó Péter mondta, az MCC békefórumot szervezett Budapestre. Átkutatták a brüsszeli korrupcióban érintett Marta Rebella irodáját, az EP képviselő korábban hónapokig volt őrizetben. Megerősítették a biztonsági határzárat, már létrával sem jutnak át a migránsok, idén eddig már 55 ezeren próbálkoztak. Ez a híradó 7:30-kor, az M1-en Rapp Ferenc vagyok, jó estét kívánok! Rendkívüli állapotot vezettek be az ukrajnai Novakahovkában, amelyet elöntött a víz, miután hajnalban támadás érte a település melletti vízerőművet. A robbanás miatt átszakadt a tározó gátja. A környék lakóit arra szólították fel, hogy zárják el a gázt és a vizet, illetve készítsék össze a legszükségesebb személyes tárgyaikat és 3 napra való élelmiszert. Több helyen már el is kezdődött a kitelepítés. A katasztrófa miatt veszélybe került a környék energiaellátása és Európa legnagyobb atomerőművének hűtése is. Az oroszok és az ukránok egymást vádolják a támadással. 10 Balatonnak megfelelő víztömeg zúdult le a Dnyeper völgyében, amikor a rakétatámadás miatt meghasadt a gát 3 km hosszú, 30 méter magas betonfala. A gát szakadás több mint 80 település 16 ezer lakosát veszélyezteti közvetlenül, de a több mint 18 köbkilométernyi zuhatag útjában hidak, utak, gyárak és erőművek is állnak. Egy teljes körű gátszakadás beláthatatlan következményekkel járt volna a zaporizsiai atomerőműben, figyelmeztetnek a szakemberek. A létesítmény ugyanis a víztározóból nyeri a biztonságos működéshez szükséges hűtővizet. Moszkva az ukrán hadvezetést vádolja a támadással. A Kreml szóvivője úgy fogalmazott, céljuk az volt, hogy megfosszák a Krímet a vízellátástól, és hogy ezzel kompenzálják az elmúlt napok sikertelenségeit a harctéren. Úgy tűnik, a szabotás összefügg azzal a ténnyel, hogy az elmúlt 2 nap nagyszabású offenzíva kísérletei kudarcba fulladtak, mondta Dmitrij Peszkov. A gátnak otthont adó Novakahovka belvárosa teljesen víz alá került. A polgármester szerint a gát olyan súlyosan megrongálódott, hogy lehetetlen lesz helyreállítani, vagyis teljesen újra kell majd építeni. A vízszint folyamatosan emelkedik a városban, már elérte a Dnyeper sugárutat. A gátat elmossa a víz, sorra telepítjük ki az embereket. A szennyvíz szivattyú rendszer, az elektromos hálózat és több épület is megsemmisült, mondta a polgármester. A frontvonal túloldala is víz alá került. 4 evakuációs központot állítottak fel Herszon városában, ahonnan folyamatosan indulnak a buszok a magasabban fekvő területek felé. 20 település mintegy 25 ezer lakosát telepítik ki. Volodymyr Zelenszkij kijelentette, maguk az oroszok robbantották fel a gátat. Az ukrán elnök főtanácsadója szerint az oroszok így akarják megakadályozni, hogy az ukrán hadsereg átfogó ellentámadásba lendüljön a dél-ukrajnai frontvonalon. Válságtanácskozásra ült össze a kijevi kormány. Az ENSZ biztonsági tanácsa rendkívüli ülését sürgették, és bejelentették, a nemzetközi bírósághoz fordulnak a gátrobbantás miatt. Az Európai Tanács elnöke Charles Michel már jelezte, Oroszországot teszi felelőssé a támadásért, ami szerinte kimeríti a háborús bűn fogalmát. A NATO főtitkár is megszólalt az ügyben, a felháborító támadásért ő is az orosz vezetést hibáztatja. Soha ilyen közel nem volt az atomkatasztrófa, mint az ukrán gát felrobbantása után. Erről beszélnek a szakértők a mai katasztrófa kapcsán. Az óriási mennyiségű víz ugyanis veszélyezteti a legnagyobb európai, vagyis a zaporizsiai atomerőmű működését. A mostani támadás az ukránok szerint annak a figyelmeztetése, hogy egyre nagyobb a nukleáris katasztrófa veszélye. A gát már alig látszik, de kezd az erőmű is eltűnni. Métereket emelkedett a vízszint alig néhány óra alatt. Az ár, amit ér, magával ragad, és nincs, mi megállítsa. Elsodort egy házat is, csak a tető maradt belőle. Katasztrófa sújtotta, övezetté vált a térség. Zokogva mutatja egy nő, hogy mekkora a baj.
térdig ér a víz, ellepte a házakat és az utcákat. Aki csak tud, mindent hátrahagyva menekül, hogy mentse az életét. Az időseket és betegeket a mentőszervezetek próbálják minél gyorsabban evakuálni. Drámai videók terjednek a közösségi oldalakon. Felülről nézve még borzalmasabb a látvány. A gát teljesen megsemmisült, ömlik a víz, és nem tudni még mennyi fog lezúdulni. Ez a legrosszabb forgatókönyv. 13 méterrel emelkedik a vízszint, és óránként 200 méterrel szélesedik az elöntött terület nagysága. Veszélyeztetve a legnagyobb európai atomerőmű, a zaporizsjai működését. Szakértők szerint soha ilyen közel nem volt az atomkatasztrófa, mint az ukrán gát felrobbantása után. Dél-Ukrajnában található a felrobbantott Novakakhovkai gát, amely mögött a Nyeper folyó hatalmas mesterséges stóvá van felduzzasztva. Innen biztosítják a Krím vízellátását és a 120 km távolságra található zaporizsjai nukleáris reaktor hűtővízellátását. Ebből kapja a krími csatorna is a vizet, mely a Krím félsziget ivóvízellátását biztosítja, azonban emiatt a 2014-ben annektált területen is ismét problémák lesznek a vízellátással, legalábbis az ukrán szakemberek szerint. Ami pedig a zaporizsjai atomerőművet illeti, ennek a hűtését is ez a víztározó biztosítja. Egyre keményebb eszközöket vetnek be. Tovább fog eszkalálódni a háború, erről beszélt az M1-nek nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő. Horváth József szerint jól látható, hogy még nyáron szeretnék lezárni a háborút az oroszok és az ukránok is. A szakértő szerint a gát felrobbantása mindkét félnek érdekében állhatott. Ez a robbantással tovább eszkalálódik a helyzet, hiszen most bekerültünk egy olyan spirálba, amiből nagyon nehéz lesz kikerülni, hiszen akárki hajtotta végre, mind a két fél azt fogja mondani, hogy most erre reagálni kell, újabb lépéseket hajtanak végre, újabb támadásokat intéznek, tehát innentől kezdve ebbe a lefelé tartó spirálban nagyon nehéz lesz megállt parancsolni. Nem először alakult ki súlyos vészhelyzet a háború kitörése óta. Amióta 2022. áprilisában elfoglalták az oroszok a Novakakhovkai vízerőművet, már több rakétatámadás is érte, de eddig a gát szerkezete sértetlen maradt. Tavaly novemberben pedig kritikus állapotba került a zaporizsjai atomerőmű, miután tucatnyi bomba csapódott be a területére, az egyik reaktort le is kellett állítani. A mostani támadás az ukránok szerint figyelmeztetés, hogy egyre nagyobb a nukleáris katasztrófa kockázata. Most kapcsoljuk Hortai Olivért, a Századvég energia és klímapolitika üzletágának vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kérdés, hogy közvetlen veszélyben vannak-e az ott élők a gátszakadás után? Ugye láthattuk az imént, hogy megkezdték a kitelepítéseket, illetve milyen helyzetbe került most maga a vízerőmű? Egészen egyértelműen közvetlen fenyegetettség alatt állnak a helyiek. A rendelkezésre álló információk alapján csak ukrán oldalról 16 ezer embert kell evakuálni, 80 települést elöntött a víz, az anyagi károk felbecsülhetetlenek. Ráadásul egy viszonylag friss közlemény szerint, ami a Kahovkai vízerőmű üzemeltetőjétől érkezett, olyan súlyos a kár, ami a vízerőműben esett, hogy a létesítményt már nem lehet helyreállítani. Ez egy 357 megawattos beépített kapacitású erőmű, ami több százezer háztartás ellátására alkalmas, és a helyi igényeken túl számottevően hozzájárul Herszon és Krím villamosenergia ellátásához is, hogy a következőkben várhatóan áramkimaradásokat, ellátásbiztonsági problémákat okozhat az incidens. És ugye hallhattuk azt is, hogy a zaporizsjai atomerőmű is nehéz helyzetbe került, hiszen ennek a vizével hűtötték. Mennyire nőtt itt a biztonsági kockázat? Akut nukleáris veszélyhelyzet nincs a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nyilatkozatai alapján, ami elsősorban két dolognak köszönhető. Egyrészt a zaporizsjai atomerőmű tavaly augusztus óta nem rendes üzemben működik, a blokkok egy része hideg, egy másik része meleg leállás alatt vannak, így a hűtővíz igénye kisebb. Másrészt
a létesítmény, az atomerőmű mellett van egy mesterségesen kialakított hűtővíz medence is, ami ideiglenesen képes biztosítani a vízszint csökkenés mellett is a zavartalan ellátást. Azonban az, hogy ez a következő időszakban milyen biztonsági kockázatokat okoz ez az incidens, azt még nem lehet pontosan látni. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség folyamatosan, intenzíven vizsgálja a helyzetet. Hortai Olivérnek köszönjük szépen. A magyar érdek az, hogy mielőbb béke legyen. Erről Szijjártó Péter beszélt a Matthias Corvinus Kollégium budapesti békefórumán. A külügyminiszter azt mondta, a kormány békét akar, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból. Az M1-nek nyilatkozó neves amerikai professzor pedig úgy fogalmazott, az a gondolat, hogy Ukrajna megveri Oroszországot, zsákutca. Manapság Európában békéről beszélni, na pláne konferenciát szervezni, az bátorság nélkül nem megy. Így kezdte beszédét Szijjártó Péter a Matthias Corvinus Kollégium budapesti békefórumán. A külügyminiszter úgy fogalmazott, a magyar érdek az, hogy minél előbb béke legyen, mert csak ez jelent biztonságot Magyarországnak. Azt is mondta, a legnagyobb kockázat most az, hogy a világ ismét nyugati és keleti blokkra bomlik. Kiemelte, a kormány békét akar, ezért mindent megtesznek, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból. Mi nem akarjuk, hogy több magyar ember meghaljon, mint hogy azt se akarjuk, hogy bármilyen más nemzetiségű ember meghaljon ebben a háborúban. Ezért is követelünk azonnali tűzszünetet, követeljük azt, hogy béketárgyalások kezdődjenek, amelyek legalább a reményét kínálják annak, hogy egy fenntartható, hosszú távon biztonságot adó béke tud létrejönni a térségünkben. Szijjártó Péter leszögezte, nem szabad hinni a transzatlanti világ liberális politikai és média világának, mert jól látható, hogy a globális többség Magyarországhoz hasonlóan mielőbb békét akar Ukrajnában. A budapesti békefórum kétnapos rendezvényén többek között amerikai, szingapúri, indiai és afrikai szakértők mondják el véleményüket arról, hogyan lehetne az orosz-ukrán háborút a béke irányába terelni. Jeffrey Sachs, az amerikai Columbia Egyetem professzora az M1-nek adott exkluzív interjújában arról beszélt, azért tört ki a háború, mert a NATO terjeszkedni akart, és nem vette figyelembe Oroszország stratégiai érdekeit. We need to end the war. Véget kell vetnünk a háborúnak, méghozzá diplomáciai eszközökkel Ukrajnában. Ugyanis az a gondolat, hogy Ukrajna megveri Oroszországot, az teljesen zsákutca. Csak folytatódni, eszkalálódni fog a konfliktus, ami borzasztó veszélyes, és rengeteg ember hal majd meg, mondta a Columbia Egyetem igazgatója, aki arra emlékeztetett, ilyen nyíltan egy amerikai médiumban biztosan nem mondhatná el a véleményét a konfliktusról. Az amerikai professzor arról is beszélt, kevés olyan békepárti vezető van, mint Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök ugyanis, a professzor szerint, rengeteget segít abban, hogy létrejöhessen valamiféle tűzszünet, és hogy ne halljon meg még több ember az orosz-ukrán háborúban. Fizetett hirdetésben követel fegyvereket Ukrajnának az Európai Parlament. Brüsszel ugyanis jóvá hagyta azt a tervet, amellyel növelni tudja a lőszerek és rakéták európai gyártását, így felgyorsulhatnak a fegyverszállítások Ukrajnába. Közben a Fidelitas egy budapesti eseményen demonstrált, hogy felhívja Karácsony Gergely figyelmét arra, mennyire veszélyesek a háborúpárti kijelentései. Még több fegyvert Ukrajnának, ez olvasható azon a plakáton, amellyel legújabb döntését népszerűsíti az Európai Parlament. Fizetett hirdetésben követelnek további fegyvereket Ukrajnának. Mintegy 500 millió euróból tervezik kezelni a tüzérségi lőszerekből, rakétákból és azok alkatrészeiből fennálló hiányt. Az Origó szerint ezzel még közelebb sodorhatják a háborúhoz egész Európát, a fegyverek beszerzését pedig egyértelműen az európai adófizetők állják. Az orosz-ukrán konfliktus kitörése óta Brüsszel háborúpárti álláspontot képvisel, és támadja azokat az országokat, amelyek ellenzik a fegyverszállításokat, így Magyarországot is, amiért békét akar. Legutóbb Delbos Corfield baloldali EP képviselő ismerte be, hogy Magyarországot békepártisága miatt támadják. Ezzel indokolta, miért ne töltse be hazánk az unió soros elnökségét 2024-ben. Hát, hogy minden tisztességes ország küld fegyvereket Ukrajnának, úgy Magyarországnak is kéne, igen. Az egyértelmű, hogy a NATO-nak segítenie kell. Akár katonait is. Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is. A brüsszeli narratívára a hazai baloldal hónapok óta próbál rá erősíteni. Hadban
az oroszokkal. Horn Gábor korábbi SZDSZ-es politikus még tovább ment. Az ATV-ben azt állította, hogy Magyarország hadban áll Oroszországgal. A magyar kormány pedig nem mond igazat, amikor azt mondja, hogy ő nincs idézőjelben hadban az oroszokkal. A Gyurcsány kormány államtitkára kijelentését hazánk NATO és EU tagságával indokolta, csak hogy egyik szervezet sem áll hadban Oroszországgal. Háborúban állunk. És Karácsony Gergely is arról beszélt egy hete, hogy Magyarország háborúban áll Oroszországgal. Apró pontosítás, szerencsére nem állunk háborúban senkivel. Hát én azt gondolom, hogy de. A budapesti Fidelitás többek között ezeket a háborúpárti mondatokat nyomtatta ki Molinókra. Az ifjúsági szervezet egy olyan sajtótájékoztatón tartott figyelemfelhívó akciót, amire Karácsony Gergely is hivatalos volt. Azért jöttünk ide a Blaha Lujza térre, hogy a dollár baloldal háborús uszítóit, köztük Karácsony Gergely főpolgármestert emlékeztessük arra, hogy normális ember ilyet nem állít. Annak a választott politikusnak, aki a saját országát háborúba sodorná egy atomhatalommal szemben, egészen biztosan elment a maradék józan esze is. A budapesti Fidelitas elnöke hozzátette, a magyar emberek, így a fővárosiak is békét akarnak. Nem szeretnének háborúba menni sem Oroszország, sem más állammal szemben. Plakátkampányt indít a Civil Összefogás Fórum, hogy bemutassa a háborúpárti baloldali politikusokat. Csizmadia László azt mondta, a Karácsony Gergely pár napja kijelentette, hogy Magyarország háborúban áll Oroszországgal, ami arra utal, hogy nem ismeri fel, a magyaroknak ki kell maradniuk az orosz-ukrán háborúból. Pár napja ismét kiderült, hogy politikai analfabéta. Kijelentette, hogy Magyarország háborúban áll Oroszországgal, tudatlanságra val, nem ismeri fel, hogy nekünk magyaroknak ki kell maradni az orosz-ukrán háborúból. Szellemi közösségünk ez idáig sikeresen oldotta meg ezt a feladatot. Józan hozzáállással a béke pártján állunk. Szolidaritással fogadjuk az Ukrajnából érkező menekülők százezreit, támogatjuk a helyben maradottakat. A B9-ek támogatják a béke mielőbbi helyreállítását Ukrajnában. Erről Pozsonyban beszélt Novák Katalina a NATO közép- és kelet-európai tagországai tömörítő B9-ek találkozója után. Novák Katalina a háború és a békekötés kapcsán hangsúlyozta, fontos, hogy ne hangozzanak el valószínűtlen ígéretek. A keleti szárny biztonságának megerősítése volt az egyik legfontosabb téma a bukaresti 9-ek találkozóján. Megerősítették, hogy kiállnak Ukrajna függetlensége, önállósága, területi egysége és nemzetközileg elismert határai mellett. Novák Katalin hangsúlyozta, a B9-ek támogatják a béke mielőbbi helyreállítását Ukrajnában. Biztosak lehetnek abban, hogy ahogy most, úgy a jövőben is ott leszünk, amikor a háború után újjá kell építeni az ország. Addig azonban óvatosan kell bánni a betarthatatlan ígéretekkel, mondta a köztársasági elnök. Novák Katalin kitért a nyugat-balkáni helyzetre is, és azt mondta, az európai stabilitás nem képzelhető el a nyugat-balkán stabilitása nélkül. Egyértelmű üzenetet kell küldenünk a régió népeinek, hogy őket is várjuk az európai családba. Ugyanakkor üdvözlöm a NATO egyre növekvő erőfeszítéseit Koszovó érdekében. A nyugat-balkán biztonságára koncentrálnunk kell, és figyelmünket folyamatosan fel kell tartanunk Ukrajnával és az ukrán emberekkel kapcsolatban is, mondta az államfő. Novák Katalin egyeztetést folytatott a NATO főtitkárával is. Jens Stoltenberg külön megköszönte a magyar katonák helytállását Koszovóban. Később arról beszélt, hogy a NATO kiáll Ukrajna csatlakozása mellett. A júliusi Vilniuszi NATO csúcson megvitatott döntéseink jelentősek lesznek, ugyanis szeretnénk megerősíteni az Ukrajnának nyújtott támogatásunkat egy több éves segélycsomaggal, hogy segítsünk nekik áttérni a szovjet korszakból a NATO normákra, nyilatkozta a főtitkár. A pozsonyi találkozón a bukaresti 9-ek államfői és a NATO főtitkár is hangsúlyozta, továbbra is támogatják Ukrajna euróatlanti törekvéseit. A bukaresti 9-ek 2015 óta találkoznak rendszeresen, hogy a hivatalos NATO csúcs előtt összehangolják álláspontjukat. A B9 országok alkotják ugyanis a NATO keleti szárnyát. A csoport létrehozását Lengyelország és Románia köztársasági elnökei kezdeményezték, és az első találkozót, amelyen a V4 országok mellett Bulgária, Románia, Lettország, Litvánia és Észtország államfő is részt vettek, Bukarestben tartották. A híradót Bartal Tíme tudósította Pozsonyból.
Elkészült a megerősített biztonsági határzár a magyar-szerb határon. 165 kilométeren úgy erősítették meg a kerítést, hogy ne lehessen átvágni vagy létrával átmászni rajta. Magasabb is lett a kerítés, mivel a felső elemeket, az úgynevezett hattyúnyakakat egy méterrel megnyújtották. A mostani munkálatokat rabok végezték. Ezeket a felvételeket még tavaly készítette a rendőrség a biztonsági határzáról. Látszik, hogy a bevándorlók létrát támasztanak a kerítésnek a határ szerb oldalán, és úgy másznak át. Neki támasztották a létrát, és átmásztak. Amíg a határzár felső részét nem erősítették meg szöges dróttal, a migránsok egyszerűen átmásztak rajta. Erről Rétvári Bence államtitkár beszélt röszkén. A biztonsági határzár 2015-ben rekordgyorsasággal készült a szerb-magyar határon. A megerősítéséről tavaly döntött a kormány, mivel ismét jelentősen nőtt a migrációs nyomás Szerbia felől. Rétvári Bence hangsúlyozta, idén már csaknem 55 ezer migránssal szemben intézkedtek a magyar hatóságok. Akkor jönnek ennyien, amikor mindenki tudja, hogy Magyarország déli határán nehezen átvágható kerítés van, és mellette folyamatos az érőerős védelem is, tehát itt vannak már több mint ezren a határvadászok, itt vannak a rendőrök, és folyamatosan a nap 24 órájában, az év minden napján védik a déli határt. Ennek ellenére ilyen nagyságrendben, ilyen számban érkeznek az illegális migránsok a déli határhoz. Magyarország védi a déli határt. Ha nem lenne ennyire ismert világszerte a magyar kerítés, akkor nyilván ennek a számnak a többszöröséről beszélhetnénk. Az államtitkár kiemelte, az elmúlt 7,5 évben Magyarország csaknem 650 milliárd forintot költött a határvédelemre, de ennek a költségnek mindössze 1%-át állta az Európai Unió. A határzár megerősítését a büntetés végrehajtás végezte. Tavaly nyáron készültek ezek a felvételek a Bács-Kiskun megyei Hódunán. Ott egy csaknem 10 kilométeres szakaszon korábban nem volt kerítés a terepviszonyok miatt, de most már ott is van. 165 kilométeren úgy erősítették meg a határzárat, hogy azt ne lehessen átvágni, illetve ne lehessen létrát neki támasztani. Magasabb is lett a kerítés, mivel a felső elemet, az úgynevezett hattyúnyakakat egy méterrel megnyújtották. Ezt megerősítettük több NATO dróthengerrel. Ezen kívül az átvágások megakadályozására betén acélsíkhálót helyeztünk fel a 165 kilométeren, illetve egy olyan műszaki megoldást alkalmaztunk, ami nem egy betonacél síkhálót jelent, hanem egy olyan síkhálót, ami NATO drótból készült, és ennek a síkhálónak a felhelyezésével szintén az átvágások, illetve az átmászások megakadályozását tudjuk elérni. A határsértők ma már szinte csak embercsempészek segítségével érkeznek, jelentette ki Bakondi György röszkén. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint az embercsempészek maffiaszerű módszerekkel dolgoznak, és a bandák között gyakran vannak fegyveres összecsapások is. 2015 óta, a tegnapi napig 965 ezer meghaladta az elfogott határsértőknek a száma. Igen, jelentős szám. Ez is mutatja, hogy az a magyar kormányzati döntés, amelyik annak idején 2015-ben eldöntötte a határőrizetét, helyes volt, és mennyire indokolt lenne, hogy mivel ez az Európai Uniónak egy külső határa, hogy ne csak magyar kormányzati forrásokból, hanem az Európai Unió forrásaiból is segítséget kapjunk a határozati feladatok ellátásához. Tavaly 304 támadás érte a magyar határt, a járőröket, a gépkocsijukat és a határzárat. 97 esetben hallatszott lövöldözés is a szerb oldalról. Idén eddig 56 ilyen támadás történt, és 13 lövés dördült el. A magyar hatóságok 5 hónap alatt 448 embercsempészt is elfogtak. Működik az Egyesült Királyság új bevándorlási politikája, ezt állítja a brit miniszterelnök. Rishi Sunak 6 hónappal az új szabályozás bevezetése után azt mondta, 20%-kal csökkent idén a tengeri átkelések száma. A brit kormányfő leszögezte, nem az embercsempészek, hanem a kormány dönti el, hogy kiléphet be az Egyesült Királyságba. Are you all right? Csónakokkal érkeznek a migránsok a brit partokhoz. Az elmúlt években ezrével érték el így a szigetországot. A statisztikák szerint a nyári hónapokban a kedvező időjárási körülmények beköszöntével ugrik meg mindig a migránsok száma. Tavaly július és szeptember között több mint 20 ezer illegális bevándorló jutott be így az Egyesült Királyságba. Ez másfélszerese annak, mint ahányan 2021-ben érkeztek ugyanebben az időszakban. Rishi Sunak brit miniszterelnök röviddel hivatalba lépése után hirdette meg a londoni kormány új migrációs politikáját, amelyben azt ígérték, minden létező módon elejét veszik annak, hogy az illegális bevándorlók kis hajókkal érjék el az országot.
Fél évvel a migráció ellenes politika életbelépése után Rishi Sunak maga is hajóba szállt, igaz, a brit parti őrség hajójába, hogy Dover fehér sziklái előtt maga is megbizonyosodjon arról, hogy az intézkedések eredményt hoztak, csökkent az illegális átkelések száma. Our approach is working. Működik az, amit elterveztünk. Először csökkent 20%-kal az átkelések száma, de ezzel az eredménnyel még nem lehetünk elégedettek. Tudjuk, hogy ezt a problémát nem lehet egyetlen éjszaka alatt megoldani, és idén nyáron is érkezni fognak majd illegálisan az országunkba. De a lényeg, hogy van törvényünk és a vezérelvünk világos. Az ország és a kormány dönti el, ki léphet be az Egyesült Királyságba, és nem az embercsempészek. Mindent megteszek, hogy ezt elérjük, megígérem, hogy megállítjuk a hajókat, mondta a brit miniszterelnök. Rishi Sunak kormányának bevándorlási politikájában sarkallatos pont, hogy azok, akik törvénysértő módon lépik át a brit határt, semmiképpen sem maradhatnak Nagy-Britanniában. A londoni kormány májusban jelentette be, hogy hatalmas úszóbárkákon helyezik el az illegális bevándorlókat, amíg az idegenrendészeti eljárást lefolytatják ellenük. A Bibi Stockholm nevű három emeletes uszájon 500 egyedülálló férfi kap átmeneti szállást, és másik két hasonló hajót is erre a célra használnak majd fel. Ezzel jelentős pénzt tudnak megtakarítani, eddig ugyanis szállodákat béreltek, hogy azokban helyezzék el több hónapra, sőt évekre az illegális bevándorlókat. A kormány bevándorlási politikájának részeként London migrációs egyezményt kötött Ruandával. E megállapodás tartalmaz egy nagy összegű gazdaságfinanszírozási csomagot is a közép-afrikai ország számára. Ezen kívül lehetővé teszi, hogy azokat, akik illegálisan lépnek brit területre, és ezután menedékjogért folyamodnak, a brit hatóságok áttelepíthessék Ruandába számbeli korlátozás nélkül. Közben az elmúlt 6 hónapban 1800 albán állampolgárt utasítottak ki az Egyesült Királyságból. Albánok teszik ki ugyanis a 30%-át a tengeren illegálisan érkezőknek. London egyességet kötött Tiranával is, hogy Albánia fogadja vissza a kitoloncolt állampolgárait. Ma kerül a parlament elé a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény. Erről is szó lesz a folytatásban, de előtte lássuk, mi lesz még a híradóban. Három nagy beruházást is átadtak ma Magyarországon. Mezőcsáton felépült az ország legnagyobb napelemparkja. 50 éves a Fiat 126P, vagyis a Kispolszki, csak 1973 és 1980 között gyártották, de 3 millió darabot. Több hónapos egyeztetés után ma az országgyűlés elé kerül a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény, amely megalapozza a pedagógusok további jelentős béremelését. A belügyminisztérium közölte, a rendszerváltás óta a legnagyobb mértékű pedagógus béremelés következhet, ha Magyarország megkapja az uniós forrásokat. Ezeknek a folyósítását azonban a tárca szerint a baloldali politikusok akadályozzák Brüsszelben. 2023. március 2-án tette közzé a belügyminisztérium az új pedagógus életpályáról szóló törvénytervezetét. Ebben többek között az is szerepel, hogy a tanárok fizetése 2025-re átlagosan legalább 800 ezer forint legyen. A kormány azóta világosan fogalmaz, az uniós források megérkezésével ez maradéktalanul meg is fog valósulni. Nekem hazafias kötelezettségem az, hogy megakadályozzam, hogy az Európai Uniós pénzek Magyarországra érkezvén 4-5 ember zsebében tűnjenek el, már pedig ez történik az országban. A baloldali európai parlamenti képviselők nyilatkozataiból azonban az látszik, ők inkább azért tesznek meg mindent, hogy ne érkezzenek meg az uniós források, így a tanárok se kaphassák meg a történelmi béremelést. Arra fogom kérni az Európai Bizottságot, hogy vonassa vissza a státusztörvényt a kormánnyal. A baloldali EP képviselők a törvényt a féle fegyverként használják, amivel azért küzdenek Brüsszelben, hogy Magyarország ne kaphassa meg az uniós forrásokat. Kizárólag a Dobrevkára vezette árnyék kormány az, amelyik haza tudná hozni ezeket a pénzeket. Először csak politikai vitát, később azonban már erőszakos tüntetéseket is szerveztek, amihez gyerekeket is felhasználtak. Ezek után a belügyminisztérium a parlamenti pártok számára is lehetőséget adott az előzetes egyeztetésre, amelyre a baloldali pártok képviselői eleve azzal a kijelentéssel érkeztek, hogy nem egyeztetésre jöttek. Ez nem fogja javítani az ágazatok a helyzetét. De olyan kijelentések is elhangzottak, hogy a javaslatok, melyben a havi 800 ezer forintos fizetés is szerepel, nem fogják javítani az ágazat helyzetét. Felvesznek ugye havonta 6 millió forintot azért, hogy 2025-re ne legyen a magyar pedagógusok átlagbére 800 ezer forint. Rétvári Bence a
belügyminisztérium parlamenti államtitkára korábban az M1-en kijelentette, a baloldali politikusok egész egyszerűen a magyar pedagógusokon állnak bosszút azért, mert nem a baloldal nyerte a tavalyi választásokat. Ez valamilyen bosszú a pedagógusokkal szemben, vagy betartás, hogy amiért az emberek nem őket választották meg egy év ezelőtt a választásokon, most megmutatják, hogy ahol még befolyásuk maradt, ugye a magyar parlamentben kicsi a befolyásuk, egyharmad alatt vannak, de Brüsszelben egy baloldali többség van, ott nekik még a szavukra hallgatnak, tehát ott akadályozzák meg azt, hogy a magyar pedagógusokhoz a plusz béremelés megérkezzen. A kormány azonban elkötelezett a pedagógusok béremelése mellett. A belügyminisztérium június 6-án az országgyűlés elé terjeszti a javaslatot. Közleményükben azt is írták, a béremelési program már rég elindulhatott volna, ha a baloldal politikusai Brüsszelben nem akadályozták volna, hogy Magyarország megkaphassa a jogosan nekijáró uniós forrásokat. A kormánypártok egyetértenek azzal, hogy a pedagógusok bérét jelentősen emelni kell, ezért fontos az ezt megalapozó új pedagógus életpálya törvényjavaslat. A Fidesz közleményében úgy fogalmaz, a magyar pedagógusok átlagbére 800 ezer forintra emelkedik, ha Brüsszel kifizeti a Magyarországnak járó uniós forrásokat, és végre tudjuk hajtani a tervezett pedagógus béremelést. Hozzáteszik, szégyen, hogy a magyar baloldal európai parlamenti képviselői mindent megtesznek azért, hogy Magyarország ne kapja meg az uniós forrásokat. A kormány kedden benyújtotta az országgyűlésnek a jövő évi adótörvényeket, amelyeket még a nyári szünet előtt elfogadhat a parlament. Az adóügyekért felelős államtitkár egy internetes videóban azt mondta, folytatják a gazdaság kifehérítését és a nehéz helyzet ellenére a kormány további adókönnyítést és adócsökkentést is tervez 2024-ben. Izer Norbert azt is bejelentette, nem változtatnak a sikeres intézkedéseken. Jövőre is megőrizzük a családbarát adórendszert. Továbbra is biztosítjuk a családi adókedvezményt, a 4 gyermekesek, a 30 év alatti anyák és a 25 éven aluliak adómentességét. Változatlanul fenntartjuk Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját és az alapvető élelmiszerek kedvezményes áfakulcsát is. A nehéz helyzet ellenére egyes területeken további adókönnyítéseket tervezünk jövőre. 3 jelentős beruházást is átadtak ma Magyarországon, Mezőcsáton napelemparkot, Győrben járműalkatrészgyártó üzemet, Karcagon pedig gyorsfagyasztót. Tavaly összesen 6,5 milliárd forintnyi hazai beruházást jelentettek be, ami rekordnak számít. Idén az első fél évben pedig már ennél is több fejlesztésről szólnak a hírek. Ez az ország legnagyobb egybefüggő napelemparkja. A mezőcsáti erőmű, amit most adtak át hivatalosan, évente összesen 372 gigawatt óra villamos energiát képes termelni, ami például Debrecen fél évnyi energiafogyasztását képes fedezni. Az erőmű üzembe állításával évente akár 130 ezer tonnával is csökkenhet az ország szén-dioxid kibocsátása. Az energiaügyi miniszter az átadón arról beszélt, az ilyen fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország teljesíteni tudja energiapolitikai céljait. Erősítsük Magyarország energiafüggetlenedését a külföldtől, garantáljuk az ellátás biztonságát, minden külső nyomás ellenére megőrizzük a rezsicsökkentés eredményeit, elérhető szinten tartsuk az energiaárakat, ugyanakkor feleljünk meg a növekvő energiaigényeknek és klímapolitikai céljainknak is. Ez már Győr, ahol a Déna amerikai gépjármű alkatrész gyártó körülbelül 36 milliárd forint értékű beruházásával 300 új munkahely jön létre. A külgazdasági és külügyminiszter a fejlesztésről azt mondta, a vállalat elektromos meghajtási egységeket és akkumulátorok hűtésére alkalmas termékeket fog gyártani a már meglévő üzemében. A Déna beruházása az egy újabb fejezetet ír a magyar-amerikai gazdasági sikersztoriban, hiszen továbbra is a harmadik legnagyobb beruházói közösséget itt Magyarországon az amerikai vállalatok alkotják. Mondhatom azt is, hogy a magyar-amerikai kapcsolatrendszernek a legsikeresebb pillére most éppen a gazdasági együttműködés. Az elmúlt 8 évben, amióta a beruházás ösztönzésnek ezt a rendszerét működtetjük, 103 amerikai vállalatnak adtunk támogatást magyarországi beruházáshoz. Naponta 300 tonna zöld borsót dolgoznak fel az AgroSprint ZRT karcagi új gyorsfagyasztó üzemében. A pénzügyminiszter arról beszélt, hogy az ilyen fejlesztések erősítik a hazai élelmiszeripart. Más ágazathoz hasonlóan
akár az energiaipar, vagy az egészségipar, ezen a téren is erősíteni kell Magyarország függetlenségét. A magyar családok energia és élelmiszer ellátása nem függhet elsősorban a külpiacoktól. Az import kitettség csökkentése érdekében új élelmiszeripari gyártókapacitásokat kell létrehoznunk. Az ilyen beruházások legjobb helyszínei pedig azok az agrárium szempontjából fontos területek, ahol az élelmiszer alapanyagai megteremnek. Ezért is vagyunk ma itt az Agrosprint ZRT karcagi üzemében. Elemzők szerint, ahogy korábban, úgy idén és jövőre is a beruházások húzzák a gazdaságot. Az adatok szerint még soha annyi beruházás nem érkezett Magyarországra, mint tavaly. A fejlesztések értéke meghaladta a 6,5 milliárd eurót. De a jelenlegi adatok szerint 2023-ban ez a rekord is megdől, illetve megdőlt már most, miközben az Európai Unióban 15%-kal estek vissza átlagosan a zöldmezős beruházások. Szakértők hozzáteszik, a fejlesztésekkel lehet megvédeni és növelni a munkahelyek számát. Brüsszel szeptember közepéig meghosszabbította az Ukrajnából származó gabonafélék behozatalára vonatkozó korlátozást. A keleti szomszédunkból érkező termények ugyanis letörték az árakat és eladhatatlanná tették a hazai gabonát. Az Unió első körben tegnapig, vagyis június 5-éig tette lehetővé, hogy Magyarország blokkolja az ukrán gabonafélék forgalmazását. Ezt a megállapodást hosszabbították most meg szeptember közepéig. Elforgatják az árat, és már is ömleni kezd az Ukrajnából érkező napraforgó ebből a speciális vagonból. Ezek a felvételek éppen egy éve készültek, amikor egymás után érkeztek a színültig rakott vasúti szerelvények Magyarországra. Főként szemes takarmányt, kukoricát és búzát hoztak. Ennek hátterében az áll, hogy 2022 nyarán a háború miatt Brüsszel vámmentessé tette az ukrán termékek szállítását az Európai Unióba, ahonnan elvileg Afrika lett volna a célállomás. A szállítmányok azonban megrekedtek Magyarország mellett Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában és Bulgáriában. Így a régiót elárasztották a keleti szomszédunkból érkező olcsó gabonák és olajos magvak, amik aztán teljesen letörték az árakat, és eladhatatlanná tették a hazai terményeket. Az öt ország sürgős segítséget kért Brüsszeltől, amely első körben június 5-éig, vagyis most hétfőig megtiltotta a mezőgazdasági termények importját Ukrajnából, feltéve, ha az érintett tagállamok nem akadályozzák a tranzitforgalmat más országokba. Most újabb döntés született, az Európai Bizottság ugyanis meghosszabbította az ukrán búza, kukorica, repcemag és napraforgó behozatalára vonatkozó korlátozást. A szeptember 15-éig tartó újabb hosszabbítást a testület azzal indokolta, hogy az érintett országokban a gabonatárolási kapacitások meglehetősen szűkösek. Ez azt jelenti, hogy még mindig sok az ukrán gabonával teli magtár, például Magyarországon is. A gazdák becslései szerint 1-1,5 millió tonna lehet még bent az országban. Az agrárminiszter korábban nagyon fontosnak nevezte, hogy Brüsszel lépjen az Ukrajnával határos országok gazdáinak védelme érdekében. Dolgozunk azon, hogy hogyan tudjuk megindítani és friss levegőt teremteni a magyar gabonapiacba, hogy mire az aratás megkezdődik, addigra minden raktár üres legyen, akinek eladási szándéka van, hogy az új termést legyen hová betakarítani. Az aratás 3 hét múlva indul, ráadásul a tavalyi aszály sújtotta gyenge termés helyett most kifejezetten jó betakarításra van kilátás, mind minőségileg, mind mennyiségileg rekord, vagy ahhoz közeli árpára, búzára számítanak az agráriumból élők. Az egyébként már biztossá vált, hogy az Európai Bizottság 100 millió euró összegben rendkívüli támogatást ajánl a gazdáknak az ukrán gabona import okozta károk miatt. A pénzből a magyar termelők is részesedhetnek majd.
Házkutatást tartottak a belga rendőrök két olyan EP képviselő brüsszeli irodájában is, akiket a brüsszeli korrupciós ügyben vádolnak. Egyikük az a Mark Tarabella, aki a börtön és a házi őrizet után egy hete újra folytathatta képviselői munkáját, és a múlt héten Magyarország ellen szavazott az Európai Parlamentben. A hatóság korábban lezáratta az irodáját, de egy hete újra nyitották, most pedig bejelentés nélkül razziáztak nála. Rendőrök tartottak razziát kedden két európai parlamenti képviselő irodájában, erről ír a brüsszeli Politikó. A lap szerint a belga rendőrök Andrea Cozzolino és Mark Tarabella EP képviselő irodáit kutatták át, mindketten a brüsszeli korrupciós ügyben érintettek. Mark Tarabella, miután hónapokat töltött börtönben és házi őrizetben, múlt csütörtökön folytatta a képviselői munkáját, Magyarország ellen szavazott az EP-ben, mert szerinte hazánk többek között a korrupció miatt nem alkalmas a soros elnökségre. Vagyis egy olyan EP képviselő mondott ítéletet Magyarország felett, aki az egyik leginkább érintett a brüsszeli korrupciós botrányban, és akit le is tartóztattak. Sőt, a szocialista Mark Tarabellát azzal is vádolják, hogy pénzt mosott és bűnszervezetekkel állt összeköttetésben. A baloldali belga politikust áprilisban engedték ki a börtönből, akkor került házi őrizetbe. Mark Tarabelláról csak nemrég vették le a nyomkövetőt, és több korlátozás is érvényben van vele szemben, ennek ellenére múlt héten szavazott az EP-ben Magyarország ellen. Velei korrupt brüsszeli politikus a korrupciós helyzetre hivatkozva szavaz Magyarország ellen, ezt írta az Origo. A lap szerint megdöbbentő, hogy az a Mark Tarabella szavaz korrupció miatt Magyarország ellen, aki aktív részese, sőt vezető alakja volt a brüsszeli korrupciónak. A brüsszeli korrupciós botrány decemberben robbant ki. Azóta folyamatosan kerülnek elő az újabb és újabb korrupciógyanús ügyek. Az egyik házkutatás során például összesen több mint 1,5 millió eurót, vagyis 600 millió forintnyi készpénzt foglaltak le a rendőrök. A Jobbik az oktatásra fordított források erőteljes emelését sürgeti. Brenner Koloman azt szorgalmazta, emeljék a GDP 8%-ára az oktatásra fordított források arányát. Ebből a költségvetési támogatásból minden további nélkül megvalósítható az a bérfelzárkóztatás a magyar egyetemi oktatók, kutatók és dolgozók számára is, amely végre felemeli ezt a világot is, legalább a közép-európai bérszínvonalhoz. A DK lakás- és társasház felújítási programot készített. Varjú László azt mondta, 5 év alatt 1,5 millió panel- és társasházi lakást, illetve családi házat újítanának fel, szigetelnének le és korszerűsítenének uniós forrásból. Így jelentősen csökkennének a háztartások rezsiszámlái, és több pénz maradna a fizetésekből és a nyugdíjakból. Továbbá csökkenhet Magyarország függősége a méregdrága orosz gáztól. A választási bizottság elutasította az LMP második népszavazási kezdeményezését a kumulátorügyben. Erről a párt országos elnökségének tagja beszélt. Szendefi Mária bejelentette, a kúriához fordulnak. Azt gondoljuk, hogy igenis a magyar emberek tájékozottak. Ha a közmeghallgatás kapcsán nem szűkítették volna a lehetőségeket, akkor pláne tudnának tájékozódni ezekben a kérdésekben is, megfelelő döntést tudnának hozni. A párbeszéd a kémiai védekezés helyett a biológiai szúnyoggyérítést csürgeti. Szabó Rebeka azt mondta, pártja határozati javaslatot nyújt be. Integrált szúnyoggyérítési programot alkalmazzon a kormányzat, ebben alapértelmezett legyen a biológiai szúnyogírtás, tehát a biológiai módszereket kell fejleszteni. A furt kutak regisztrációja ellen tiltakozik a Mi Hazánk. Torockai László szerint 2017-ben a homokhátságról indult az az ellenállás, aminek köszönhetően kitolták a moratóriumot idén év végéig. Azt gondoljuk, a Mi Hazánk mozgalom határozott álláspontja, hogy a magyarok, a vállalkozók, a magyar dolgozók nem tudnak már több terhet elviselni. A politikában nincs ingyen pénz, vagyis a külföldi pénzek külföldi érdekeket is jelentenek. Erről beszélt több elemző is a dollár baloldal ügyei kapcsán. Egyre többen vetik fel, hogy szigorítani kellene a külföldi pártfinanszírozáson. Egy friss felmérés szerint a magyarok 60%-a úgy látja, módosítani kellene a választási törvényt, és meg kellene akadályozni, hogy a pártok külföldről kapjanak támogatást.
Még júniusban is érkezett az Action for Democracy-tól több mint 400 millió forint. Márki-Zay Péter az ATV élőadásában szólta el magát korábban annak kapcsán, hogy még a választások után is több 100 millió forintnyi dollár érkezett hozzájuk Amerikából. Ezzel elemzők szerint Magyarország történetének legnagyobb pártfinanszírozási botrányát robbantotta ki. Nem tudom, hogy érkezett-e, azt meg végképp nem, hogy kampányra. Azóta kiderült, hogy a baloldali összefogás pártjai közösen, átszámítva 4 milliárd forintnál is több kampányt támogatást kaptak, főként Amerikából. Az egy ilyen idealisztikus elképzelés, hogy hát majd ők az ellenzéknek a két szép szeméért adják ezt a pénzt, nyilvánvalóan nem. A guruló dollárokért cserébe komoly elvárást kaphatott a magyar baloldal. Erről a Nézőpont intézet elemzője beszélt a Kossuth Rádióban. Erdély Rezső Krisztián szerint a dollár baloldal egy jogi kiskaput használt fel a tiltott pártfinanszírozás kijátszására. Az volt reakciója az összes baloldali pártnak, a pártoknak, hogy hát ehhez nekünk igazából semmi közünk, ezt Márki-Zay Péter mozgalma megkapta, ő költötte, amire költötte, minket ez a kérdés, minket ez a probléma nem érint. Ugye itt van a kiskapu, és talán itt kínálkozik lehetőség változtatásra is, vagy szigorításra is, hogy a párt támogatási jogszabályok, törvények, azok ne csak a szigorúan véve vett pártokra vonatkozzanak, hanem minden olyan szervezetre, amely a választásokon jelöltet állít. Közben a Nézőpont intézet friss felméréséből kiderül, a megkérdezettek 60%-a szerint szigorítani kellene ezeken a szabályokon. Sőt, még a baloldali szavazók csak nem fele is úgy véli, szükség van a választási törvény módosítására, és szigorúbb a pártok külföldi támogatását tiltó jogszabályokra. A magyaroknak az is nagyon fontos, hogy egy választás tiszta legyen, igazságos legyen. Rotyis Bálint a Nézőpont intézet elemzője az M1-en megerősítette, a magyar választók, legyenek azok bal vagy jobboldaliak, nem nézik el, ha egy párt külföldről illegálisan kap pénzt kampányára. A politikában sosincsen ingyen pénz, tehát hogyha valaki ad, akkor kiír is valamit cserébe. Nyilván a fő célt, a kormányváltást nem tudták elérni a baloldalon, viszont ez nem azt jelenti, hogy akkor a törlesztés elmaradhat, törleszteniük kell. Talán ebből következik az is, hogy például mondjuk a háború kérdésében, ha megnézzük a baloldali politikusok nyilatkozait, ez úgy akadtak szó szerint egybecsegnek azzal, amit mondjuk Amerikában a baloldal képvisel, vagy amit Nyugat-Európában háborúpárti baloldal képvisel. Az elemzők egyetértenek azzal, hogy a politikában ingyen pénz nincs, vagyis a külföldi pénzek külföldi érdekeket is jelentenek. Magyarországon a tiltott pártfinanszírozást törvény bünteti. Aki ilyen célból kér vagy elfogad külföldi pénzt, az akár 3 év szabadságvesztésre is ítélhető. Csehországban elítélt, de a börtön elől megszökött, és hónapokon keresztül Magyarországon bujkáló szlovák bűnözőt fogtak el a rendőrök. A férfi itthon megpróbált beilleszkedni az új környezetébe, a fejvadászok azonban a nyomára bukkantak. Kiadatásáról a bíróság dönt majd. Közelebb nem költözhetett volna Szlovákiához. Bán révén, a határtól számítva, az első magyarországi utcában próbált új életet kezdeni az a 45 éves szlovák férfi, aki tavaly augusztusban megszökött a Csehországban rákiszabott börtönbüntetés elől. Súlyos testisértés és más bűncselekmények miatt 3 év, 4 hónapot kapott, de nem vonult be a büntetése letöltésére. Az év elején jött Magyarországra. Álnéven lakást bérelt, megélhetését a bánrévei sírkövesnél végzett munkájával biztosította. A cseh hatóságok azonban nem nyugodtak bele az eltűnésébe, kiadták ellene az európai és nemzetközi elfogató parancsot. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda az Európai Célkörözési Egységek hálózatán keresztül kapott olyan információt, miszerint a körözött férfi Magyarországon tartózkodhat. Ezt a jelzést követően a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda célkörözési fejvadászainak sikerült beazonosítani a pontos tartózkodási helyét a célszemélynek, és megállapítani azt, hogy bár éve településen ő letelepedett és húzamosabb ideje ott tartózkodik. A férfi múlt csütörtök reggel éppen munkába biciklizett, amikor az NNI fejvadászai és a miskolci kommandósok lecsaptak rá. Esélyesen volt a menekülésre. Elfogása után a szökevényt Budapestre szállították, majd kiadatási őrizetbe vették. A cseh hatóságoknak történő átadásáról szerdán dönt a fővárosi törvényszék.
Lengyelül maluch, vagyis totyogó kisgyerek. Az egykori Jugoszláviában péglicák, kis vasaló, itthon pedig egérkamion, vagy egyszerűen csak kispolszki. 50 éves lett a Fiat 126P. Magyarországon és a keleti blokk többi országában is generációk kedvenc autója volt, főként az ára miatt, mivel viszonylag olcsón hozzá lehetett jutni, sokaknak megvalósulhatott az álma, hogy legyen saját autója. 1973. június 6-án kezdődött meg a lengyel autós forradalom. Ezen a napon gördült ki az első Fiat 126P a dél-lengyelországi Bielsko-Biala gyár kapuján. Ezzel jártam dolgozni, iskolába, gyönyörű dolgok jutnak róla eszembe, mondta egy nő azon a felvonuláson, amit az autó lengyelországi megjelenésének évfordulójára szerveztek. A modellt 1980-ig gyártották, több mint 3 millió darab készült belőle. Magyarországon és a keleti blokk többi országában is rendkívül népszerű volt. Amikor meghallom, ahogy a levegő átsűvít rajta, és ahogy a motorja beindul, én azonnal jobban érzem magam tőle, és lenyugszom, mondta egy másik Fiat rajongó. Rengeteg elnevezése volt, hívták polszki Fiatnak, kispolszkinak. A lengyelek a kismérete miatt maluchnak nevezték, ami totyogó kisgyereket jelent. Magyarországon egérkamionnak is hívták, az egykori Jugoszláviában pedig péglicának, azaz kisvasalónak. Németországban az olasz változatot vásárolhatták meg az emberek, ott Bambino, vagyis a gyereknevet adták neki. Ezt is visszanézhetik, és további híreket is találhatnak weboldalunkon a híradó.hu címen. Már is Dedecsik Ferenc folytatja a Nemzeti Sporthíradóval, majd jön az időjárás előrejelzés.